Két évvel ezelőtt több ezer vízóra elfogyott a megyében a hirtelen jött fagyos időjárásnak köszönhetően. A tavalyi évben már jobban felkészültek a felhasználók, és a tized sem lépte át az elfogyott órák száma. Fontos kiemelni, hogy a vízhálózat téliesítése mindig fogyasztói kötelezettség. Sokan próbálkoznak azzal, hogy különböző ruhadarabokba csavarják az eszközöket, de azok ugyanúgy áthűlnek, ezért nem jó megoldás. A Nyírségvíz ZRT szakembere azt javasolja, hogy kőzetgyapotot vagy más szakboltokban megvásárolható szigetelő anyagot használjanak a felhasználók. Ez az egyik alapvető módszer, ez a szigetelés. A másik dolog az, hogy ilyen fagymentes időszakban azért rendszeresen ellenőrzik, hogy a víz mérőaknában van-e víz. Ugye ez is arra utalhat, hogy valami csepeges folyás következhetett be egy hidegebb időszak után. Ugye ha fagyott a vízmérő, vagy maga a hálózaton van ilyen jellegű problémánk, akkor nem biztos, hogy azonnal jelentkezik. Ha elfagyott, akkor azonnal, mert persze benne a lakásban, vagy a felhasználói helyen nincsen víz. Ilyenkor kiolvasztjuk, jó esetben nem fagy szét a vízmérő. De a lényeg az az, hogy mind a vízmérő vonatkozásában, aknák vonatkozásában, mind azon vezetékek vonatkozásában, ami szabadon vannak, és nincsenek szigetelve, ezeket szigeteljük. Illetve, hogyha ez nem megvalósítható, akkor víztelenítsünk. Fontos figyelni például a vízmérő aknák fedelére is. Ha az nem zár rendesen, törött vagy nincs rendesen a helyére illesztve, akkor is elfagyhat a hálózat. Sok helyen abban az esetben szokott probléma lenni, hogyha az ingatlan lakatlan. Ebben az esetben ugye ez főleg téli időszakban üdülő területeket, de bizonyos településeken, mit tudom, valaki külföldön dolgozik, és ott marad a lakás, ott mindenképpen célszerű ősszel vízteleníteni, egy kerti csapon ez könnyen megoldható. Ugye a fagycsapot ütközésig kell nyitni, úgyhogy előtte már kinyitom a kerti csapot, és lényegében le lehet üríteni a hálózatot ezzel. Az elfolyt víz költségét, a vízmérő cseréjét és a vízóra díját is a felhasználónak kell állni egy-egy fagykár esetén. A vízóra cseréje körülbelül 20-21 ezer forint, de az elfolyt víz akár több százezer forintos tétel is lehet, ha későn veszik észre, tette hozzá Tormási Géza.